Atyánk, hálát adunk neked, hogy várakozásunk nem tétova. Bocsásd meg, hogy sokszor várakozásunk tétlen. De hálát adunk neked, hogy tudjuk, kire várunk, ami Urunkra, Jézus Krisztusra, megváltónkra. Jöjj, Urunk, a mai napon is, legyél itt közöttünk. Add, hogy a megnyitott Szentírás igéd szóljon hozzánk, szívünkhöz. Vezess még beljebb a veled való kapcsolatra. Áld meg mindazokat, akik nem ismernek még téged, akik még nem nyitották ki szívük ajtaját, akiknek hétköznapjai fáradtságban, búsulásban és megterhelve múlik. Áld meg betegeinket, betegágynál, bárhol lelkileg vagy testileg nyomorúságot élnek át, és add, hogy valamennyien eljöveteletkor készen álljunk a nagy találkozásra. Amen. Szeretettel köszöntöm a közösséget, gyülekezetet vasárnapi istentiszteletünk reggelén, ezen a szeles, de szép napos időn. Szentlélek fújja ki szívünkből mindazt, ami nem való oda. Imádkozzunk énekkel, jöjj be, ó, miért állsz ott künn, 63-as énekünkkel imádkozunk.
nyissuk meg Szentírásunkat, és olvassuk a mai napra rendelt igét. A Lukács írása szerinti evangéliumból az első fejezet 57. verstől a 66. versig. Fönnállva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Lukács írása szerinti evangélium első rész 57. verstől a 66-os versig. A Szentírás olvasás után majd Mohácsi Ádám testvért kérem imádkozni. Mikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki, senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta, János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről, akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Mennyei Atyám, öröm van az én szívemben, hogy itt lehetünk a Te házadban, hogy rólad hallgathatunk, hogy itt lehetünk együtt, testvérek, közösségben. Köszönöm, hogy elhoztál minket ma ide, hogy örömben lehetünk itt. Köszönöm azt, hogy készíted a mi szívünket az ünnepre. Hálás vagyok a Te áldásaidért. Kérlek Téged azért, Uram, hogy áld meg a mai napunkat is, áld meg az ige szólót, áld meg az ige hirdetést, hogy nyitott szívvel tudjunk figyelni és meghallani az üzenetet, amit Te akarsz ma a szívünkbe ültetni, és megismeressük a Te igazi arcodat. Kérlek Téged azért, Uram, hogy készítsd a mi lelkünket, szívünket a Te jöveteledre, és hogy úgy tudjunk most ma itt jelen lenni, hogy csak is Te rád figyeljünk, és minden más zárjunk ki. Kérlek Téged, Uram, hogy áld meg az egész napunkat, és legyél velünk az egész nap folyamán is. Amen. Ma délelőtt szolgálatokra figyelhetünk. László Lilla mond verset, majd az ifjúság énekét halljuk. Azután Kele Aranka felolvasását, szolgálatát, és aztán az énekkar szolgálatát. Gerzsenyi Sándor, az öreg hajós balladája. Sómarta, hínár lepte, vásod bárka. Csoda, hogy még a felszínen marad. Moszatok, csigák martak oldalába, rozoga, muzeális vén darab. A vénhajós az árbóccal bajolgat, vitorlát rángat, túl gyors az iram. Egyben mosódik már a mulcs, a holnap, közelg a part. Ó, irgalmaz, Uram! Ezer vihar közt érkezett a szirthez, mely forgácsot csinál belőle tán. Jó lenne látni,
a vén harcos mind lesz nyertes bajnok a hosszú harc után. Szép kikötőből indult, ifjú évvel. Csattogtatta vitorláját a szél, nem értette a mentőv, miért kell, s feje fölé az oltalmas fedél. Őseitől egy kopott könyv maradt rá, az szolgált biztos iránytű gyanánt. Azt kötözte meg, azt tette szabaddá, az oldotta, ha rátört, a magányt. A mélység torka gyakran tágra tárult, hogy elnyelje el csöpp kis csónakot. De Isten karja szeléden alányult, szabadulást és új reményt adott. Beszélik hajlott hátú őszhalászok, hogy jön még egy nagy próbatétel itt a végső part előtt. Egy ősi átok szerint itt minden sajka megtörik. Véget ér minden. Hádész nem ereszt el. Ő maga talán mégis partot ér, ha ráéget szívére a keresztjel, megmenekül a Jézus Krisztusért. Rémek jönnek, hogy hitét elemészszék, körötte örvény vad hullámhegyek. De szívében éled a reménység, a túlpartról valaki integet.
Kele Aranka testvérnő szolgálatát hallgatjuk. Zelma Lagerlöf, a Szent Éjszaka. Valamelyik karácsonyi éjszaka történt. Mindenki templomba ment, csak ketten maradtunk otthon öreganyámmal. Bennünket nem vittek magukkal. Én nagyon is fiatal, öreganyám nagyon is öreg volt. És mind a ketten nagyon szomorkodtunk, amiért nem vehettünk részt a hajnali misén, és nem láthattuk a karácsonyi ünnep fényességét. Sokáig szótlanul ültünk egymás mellett. Öreganyám egyszerre csak minden bevezetés és előkészület nélkül mesébe fogott. Volt egyszer egy ember, mondta, aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet szerezzen. Házról házra járt és kopogtatott a bezárt ajtókon. Jó emberek, segítsetek! Könyörgött. Feleségemnek az imént gyermeke született, és nekem tüzet kell gyújtanom, hogy kicsinyével együtt fölmelegedhessék. De az éjszaka mélységes volt és néma, az emberek aludtak, és senki sem válaszolt neki. Az ember ment tovább. Végre nagy messzeségben vörös tűzfényt pillantott meg. Neki indult, és csak hamar látta, hogy a mezőn ég a tűz. Fehér juhok kevertek a tűz körül. Aludtak, s egy öreg pásztor őrködött nyugalmukon. Az ember, amint közelebb ért, a pásztor lábai előtt három nagy, alvó kutyát vett észre. Jöttére mind a három felriadt, és feléje tátotta hatalmas száját. Ugattak, de hang nem jött ki a torkukon. Az ember látta, hogy a düh magasra borzolta hátukon a szőrt, és hogy éles fogsoruk fehéren megvillant a tűzfényében. Aztán rárohantak. Az ember érezte, hogy az egyik a lábszárához kapott, a másik a kezébe harapott, a harmadik pedig a torkába akaszkodott. De a kutyáknak nem engedelmeskedett az állkapcsuk, s az ember teljesen sértetlenül maradt. Erre folytatni akarta útját, hogy megszerezze, amire szüksége volt. De a juhok olyan szorosan feküdtek egymás mellett, hogy nem juthatott tovább. Az ember erre a juhok hátán igyekezett a tűz felé, és egyetlen állat sem ébredt fel. Eddig zavartalanul mesélhetett öreganyám, most félbeszakítottam. Miért nem ébredtek fel a juhok? Nem sokára megtudod, felelte, aztán folytatta elbeszélését. Már-már a tűzhöz ért az ember, amikor a pásztor feltekintett. Öreg és mogorva volt, aki durván és barátságtalanul bánt mindenkivel. Az idegen közelettére megragadta hosszú hegyezett botját, és feléje hajította. Sivítóan röpült a bot az ember felé, közvetlenül előtte azonban irányt változtatott, és elsuhant mellette. Itt újból félbeszakítottam a mesét. Miért került el a bot az embert? Kérdeztem, de öreganyám válasz nélkül hagyta a kértést, és folytatta, ahol elhagyta. Az ember ekkor odalépett a pásztorhoz, és megkérte. Segíts rajtam, barátom! Adj tüzet! Feleségemnek az imént gyermeke született, és nekem tüzet kell raknom, hogy gyermekével együtt felmelegedhessék. Legszívesebben elutasította volna kérésével a pásztor, de aztán ijetten gondolt arra, hogy a kutyák nem tehettek kárt az emberben, hogy a juhok nem szaladtak előle szanaszét, és hogy a kihegyezett bot sem ütött rajta sebet. Nemet mondani ezért nem mert.
ott a tűz, vegyél belőle, amennyire szükséged van. Szólt Mogorván, de a tűznek már csak zsarátnoka volt. Hasábfák és ágak nem lángoltak már benne, az idegennek pedig sem lapátja, sem vödre nem volt, amiben az izzó parazsat hazavihette volna. Ahogy ezt észrevette, újra biztatta a pásztor. Vegyél csak, amennyire szükséged van! És örült, hogy az ember tehetetlen lesz. De ez lehajolt, csupasz kézzel kikotorta a parazsat a hamuból, és a köpenyébe rejtette. És a parás sem a kezét nem égette meg, amikor hozzányúlt, sem a köpenyt nem égette ki. Mintha csak dió vagy alma lett volna, úgy vitte magával a tüzes zsarátnokot. Harmadszor is félbeszakítottam itt a mesemondót. Miért nem égette meg a parázs az embert, öreg anyám? Mindjárt megtudod. Volt a válasz, a mese pedig folytatódott. A gonosz, mogorva pásztor ezek láttára nagyon elcsodálkozott. Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák képtelenek a harapásra, a juhok nem ijednek meg, a dárda nem öl, a tűz nem éget. Visszahívta az idegent, és megkérdezte tőle. Micsoda éjszaka ez? Miért könyörületes hozzád minden? Hiába mondanám meg neked, szólt a válasz, ha a magad szemével nem látod. És az idegen újra elindult, hogy mi hamarabb tüzet rakhasson didergő feleségének és újszülött gyermekének. Nehogy szem elől tévesszem, mielőtt megtudta minden csodának a jelentőségét, a pásztor utána erett, és hazáig kísérte. Az idegennek még csak sátra sem volt, ahol meghúzódhassék. Mesztelen hidegkő falu hegyi barlangban feküdt gyermekével a felesége. Kemény, rideg ember volt a pásztor, mégis megszánta a szegény ártatlan gyermeket. Nehogy megfagyjon, fehér báránybőrt keresett ki tarisznyájából, és átadta az embernek, hogy arra fektesse a csecsemőt. És ugyanabban a pillanatban, amikor benne is megszólalt a könyörület szava, megnyílt a szeme, és már látta, amit előbb látnia nem adatott. Látta, hogy kis ezüstszárnyú angyalok sűrű tömött gyűrűje veszi körül. Az angyalok mindegyikének kezében húros hangszer volt, és valamennyi hangos énekszóval hirdette, hogy ezen az éjszakán megszületett a megváltó, aki megszabadítja a világot bűneitől. Erre megértette, miért volt minden vidám ezen az éjszakán, és miért nem sérülhetett az ártó szándék. És nem csak a pásztor körül voltak angyalok, minden tele volt velük. Ott ültek a barlangban a hegyen, és elárasztották az eget. Nagy csoportokban jöttek lefelé az úton, és elhaladtukban megálltak egy pillanatra a barlang előtt, hogy egy-egy pillantást vethessenek a gyermekre. Újongás, ének és játékos kedv derítette fel a sötét éjszakát. A pásztort, aki előbb mindenből semmit sem látott, szeme megnyíltán boldog öröm töltötte el. Leborult, és hálát adott az Istennek. Amikor idáig ért, felsóhajtott öreg anyám. Mi is láthatnánk, amit az a pásztor látott, mert az angyalok minden karácsonyi éjszakán elárasztják az eget. Csak nem vagyunk képesek arra, hogy megérezzük a jelenlétüket. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk, majd Kovácsné, Vetési Zsuzsamond verset, és utána László Hajnalka, Király Eszter és Ricsovinyi Dóra fog zenélni.
Füle Lajos, advent időm. A lelkem mindig várt rád, és várni fog. Hát minden évben új verset írok advent időn, hogy így dicsérjelek, hordozva Jézus azt a fényjelet, mely hírül adta érkezésedet. Mert csillagod a lelkemnek egén, áll és ragyog már rég, mióta én hozzád szegődtem, mint a pásztorok, kik a rejtelmes éjszakában ott meghallották az égi dallamot. Hiába sűrű itt az éjszaka, zeng bennem is az angyalok dala, s bár bűneimből maradt mára is. Mondom velük, s hangom nem hamis, mert van utam a Golgotára is. Baricsánné Kárdár Hilda szolgálatát halljuk, majd egy ének négyest. A tejás csésze. Egy hölgy egyszer betévedt egy boltba a férjével, ahol szebbnél szebb dolgokat lehetett venni. Meglátott egy nagyon szép tejás csészét. Amikor felvette a kezébe, nem győzte dicsérni a férjének. Ekkor hirtelen a teáscsésze megszólalt.
Te ezt nem értheted. Én nem voltam mindig egy tejás csésze, és ennyire szép. Kezdetben csak agyag voltam, amire sokan idegenkedve néznek, de a készítőmester egyszer csak megfogott, és elkezdett formálni. Én kiáltoztam, hogy hagyjon békén, de ő tovább formált. Azután betett egy forró kemencébe. Üvöltöttem, hogy azonnal vegyen ki, mert szörnyű volt oda bent. De ő csak annyit mondott, hogy még nem. Egy idő után pedig kivett, és elkezdett kifesteni, de én megint csak tiltakoztam, hogy hagyjon békén. De ismét visszatett a kemencébe, ahol még forróbb volt a levegő, mint előtte. Megint csak kiáltoztam, hogy vegyen ki. Úgy éreztem, ezt már nem élhetem túl. Amikor pedig már feladtam volna, hirtelen nyílt az ajtó, és a mester kivett a kemencéből. Feltett egy polcra, és egy óra múlva visszajött egy tükörrel. Elém tartotta, és azt mondta, nézd bele. Alig hittem a szememnek. Ez a gyönyörű, én nem lehetek ilyen szép. Erre a mester azt mondta, azt szeretném, hogy emlékezz erre. Tudom, hogy fájt, amikor formáltalak, és amikor a kemencébe tettelek, és azt hitted, egyedül vagy. De én akkor is szemmel tartottalak. A festés után, ha nem teszlek téged vissza, akkor nem maradnál ilyen szép. Így végül olyan lettél, mint amilyennek terveztelek. Ennél szebb nem is lehetnél. Bár nem hitted volna, hogy ilyen gyönyörű is lehetsz, én átformáltalak, és ilyenné tettelek, hogy gyönyörködjek benned. Erre, ahogy láttam magam a tükörben, így feleltem. Köszönöm, mester, köszönöm. A mi életünk is ilyen. Isten az, aki formál minket, és ha hagyjuk, akkor olyanokká lehetünk, mint amiről még álmodni sem mertünk volna. Amióta föltalálták a térképet, sokat változott a világ. Elmegyünk kirándulni, akkor legtöbbször viszünk magunkkal térképet, bár
annak idején a kollégistákkal, ha elmentünk térképpel együtt, néha rövidítettünk, ami azt jelentette, hogy 3 óra plusz még, mert hogy térképpel úgy tűnt, hogy arra kell menni, és mégsem volt arra út. Emlékszem, amikor először láttam azt a térképet, ami az interneten is már fönt van, amely műholdról mutatja a tájat. Megnéztem a lakást, ahol annak idején laktam, játszóteret, ott, ahol megtanultam kerékpározni, még mindig megvan az az út. És ahogy az egeret pörgettem, vagy nem tudom, hogy mondják, mozgattam, olyan területekre tévedtem, amely a térképen sincs, legalábbis részletesen jelölve, sivatag, elhagyott pusztaság. Testvéreim, az Ézsaiás könyvének 40. részében, a 3. versben egy olyan, majdnem azt mondtam, hogy Google térkép tárul elénk, amely meglepő. Sehol semmi a sivatagban, a pusztaságban, és ha mai nyelvre lefordítanám, azt mondanám, hogy útépítő gépek, és a semmiből egy vadonatúj, egyenes út. Ez a meglepő kép, amely még mai napon marasztal bennünket Jézus várakozásában, így szól, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Építsünk utat a pusztában. Hogyan mondhatod, Ézsaiás, azt, hogy a pusztában építsünk utat, hiszen mi az oázisban vagyunk? Gyönyörűen berendeztük a magunk világát, minden rendben van. És persze, megyünk a pusztába, hogy meghódítsuk, hogy exportáljuk az oázist oda, ahol pusztaság van. Ezért nem úgy kellene mondani inkább, hogy a pusztába kellene építeni utat, mert mi oázisban vagyunk, és nem pusztában. Ézsaiás azonban nem téved, mint ismerjük a Szentírásból, kétszer is a gondolat rímmel megismétli azt, amit mondani szeretne. Így mondja, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben. És a kietlen, az sivár, az elhagyatott, ott nincs élet. Az életnek a jele, a jövő, nincsen víz. Teljesen kietlen minden. Hogyan gondolod ezt, Ézsaiás? Amikor a bűnbeesés történet után egy mondatban kiderül, hogy hova jutunk mi az Édenhez képest, akkor az első Mózes 3.24 így mond, így vall. Mindannyian ismerjük, és itt az első út, ami szerepel a Szentírásban. Egy út, ami el van torlaszolva, amely az élet fájához vezet, de ott van egy stopptábla, helyesebben 2 kerub, aki bezárja előttünk. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a keribokat, és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. És mivel belül, ugye az Édenben ott van az ember, elszakítja magát a Jóistentől, belül megszületik a sivárság, a pusztaság, az Isten nélküliség. És mivel belül megszületett, a bűn miatt elveszti a realitás érzékét, és ki kell tessékelni őt. Ki kell űzni az embert, akiben belül megszólalt a sivatag, megszületett a sivatag, mert az Édenbe nem való egy belső sivatag. És aztán, hogyha visszafelé megyünk, amikor már Jézushoz tartozunk bármihogyan, akkor nem az van-e, hogy belül születik meg, a belső sivatagunkba születik meg az élő vízforrás, és utána megtaláljuk azt az Urat, aki tulajdonképpen számunkra az Éden. Kiüzetés és kiüzetések. Jézus földi szolgálatában 2 kiűzésről tudunk.
Az egyik, amikor a sátánt, az ördögöt kiűzte, ugye prédikál a zsinagógában, és kiüdi a sátánt. Miért teszed ezt, Jézus? Talán nem azért, mert bennünk ott van a sivatag, és szeretnéd kiűzni a sátánt, a bűn szerzőjét és fejedelmét, hogy aztán bejöjj, és te magad légy ott. És aztán Jézus a templomba is bemegy, az Istennel való személyes kapcsolatnak a színterébe, és minden kufárt kiűz. Mert ha belegondolok, visszagondolok az életemnek azon pillanataira, amikor zsibongás volt azon a helyen, ahol nekem az Urat kellett volna imádni, akkor tapasztaltam azt, hogy elvesztem az Istennel való belső kapcsolatot. És ezt az elveszett kapcsolatot helyre kell állítani, ki kell űzni az imádság helyéről, minden nap, a mindennapi imádságaim helyéről, mindazokat és mindazt, ami beletelepszik. De téged is kiűztek, Jézusom. Születésed után le kellett menned Egyiptomba. És olyan szép ez, hogy a szolgaság helyére visszamegy az Úr Jézus csecsemőként, kisgyerekként. És magára veszi azt a szolgai kitett állapotot, hogy aztán visszajöjjön, és ezzel együtt induljon a tanításba. Tanításba. Itt a második kiűzetés, amikor Jézust kiűzik. Bemegy a zsinagógába és tanít, és Lukács írása szerint ismerjük, hogy amikor a könyvtekercset felolvassa Ézsaiás prófétát, akkor utána mondja azt, hogy bizony-bizony sokan voltak annak idején özvegyek Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég csatornája, úgyhogy nagy éhínség támadt. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Száreptába, ez özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben, ez Elizeus proféta idején, de egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. És ott van a hallgatóság, akik idegenek, hiszen a választott néphez tartoznak. Mit mondasz, Jézus? Azt mondod, hogy mi számodra idegenek tudunk lenni? És annak idején, amikor a zsinagógában ott ültek a választott nép tagjai, és most is itt ülünk az imaházban, és azt mondhatjuk, hogy megvan a magunk helye az imaházban, Jézus most is azt mondja, hogy bármelyik idegent és bármelyik pillanatban be tudunk hívni. Hányszor történt meg már, hogy istentisztelet közben valaki bejött egy éneklésre. Nemrég volt ilyen. Itt beszéltünk vele a kisteremben. És bejön, itt marad, valakinek a helyére ül, aki nem jött el, és otthonra lel. Testvéreim, az Úr föl tudja borítani a sorrendeket. Bennünk is, máshol is. Puszta lesz a sivatag, és oázissá tud válni az a sivatag, ami bennünk és körülöttünk van. Hogyan van tehát, hogy a pusztában kell utat készíteni? Van a főút, amelyhez bekötő utak kellenek. És azt mondja keresztelő János, bemerítő János, hogy van olyan út, amit neked magadnak kell elkészíteni. Helyetted senki nem tud megtenni. Ez a bekötő út pedig az az út, ami a te részed. Az az út, amely oda vezet Jézushoz. És ez az az út, hogy életünkből mindent, ami Jézustól idegen, ki kell tennünk. A nagy hegyeket elvinni, nem a magunk erejével,
és a lankákat, amik nem tudnák úttá lenni, azokat be kell tölteni. Olyan szép, hogy keresztelő János, bemerítő János erre a kegyelemre figyelmeztet. Ugye tudjuk valamennyien, hogy bemerítő János neve az Úr kegyelmes. És amikor ott van a névadás, akkor tudjuk azt, hogy papi családba születik, az anyukája révén és az apukája révén is papi családba születik, és hát kellene folytatni azt a nevet, ami az Zakariásé. És egy törés jön létre a családban, egy új név, ami éppen azt mondja, hogy az Úr kegyelmes, mert a kegyelem egy teljesen új kezdet. És mivel bemerítő Jánossal új kezdet indul, Isten országát hirdeti meg, ezért új névre is van szükség. Arra a névre, amely a kegyelemnek a neve. Úgy ábrázolja az írás bemerítő Jánost, mint aki egy pusztákba kiáltó hang. Pusztába kiáltó hang, aki után megjelenik a szó. Ugye a szó, az ige, az maga Jézus. Olyan, mint egy könyvben, amikor előszót olvasunk. Amikor rámutat, rátereli a figyelmet arra Jézusra, aki jön. János egy ilyen hang, aki belekiált az éjszakánkba, a kegyelemnek a hangja, aki oda vezet bennünket Jézushoz. És mindaz, aki a saját pusztaságát megéli, mert ugyebár nagyon tudunk csalni, sikerül nekünk nagyon félrevezetni magunkat is az érzéseinket, rendben van, hogy belül rendben van és oázis, ha azok mennek ki bemerítő Jánoshoz, akik azt érzik, hogy lehet, hogy kívül minden rendben van, de belül ott a pusztaság. Ezért kivonzódik a pusztaságba maga bemerítő János is, és mindazok is, akik azt élik át, és azt tapasztalják, hogy bennük ott a pusztaság, a bűnnek a pusztasága. És miután utat készítettek a pusztába, megtérésükkel kimentek a pusztába, arra a helyre, ahol amúgy is vagyunk, találkoznak az úttal, aki maga Jézus. És ez most is így van. Abban a helyzetben, amikor kiderül, hogy pusztában vagyunk, és belül nincs rendben, nincsenek helyén a dolgok, és az Úrhoz kiáltunk, akkor a kegyelmező Isten helyre tesz bennünket. És úgy, ahogy a kocsik mennek az úton, és beleesnek az árokba, egy múltkor láttam egy ilyen autót, semmi baja lenne, hála Istennek a sofőrnek sem, de kint próbálta gázt adni a kocsinak, hogy kiugrasson az árokból. És miután rádöbbent arra, hogy nem fog tudni a maga erejéből kijönni, ki tudott még szállni a kocsiból, és elővette a telefonját, és segítséget kellett hívnia. Mert hiába brúgatjuk a motorjainkat, hiába próbálunk a magunk erejéből kegyelem híján visszajutni az útra, aki maga Jézus, ha nincsen segítségünk ebben az a Jézus, amely értünk jön és lehajol, akkor ott fogunk vergődni az árokban, és arra gondolunk, hogy minden rendben van. De jó Ézsaiás, hogy azt kéred tőlünk, hogy a pusztában már készítsük utat. Hiszen mi nem tudunk kimenni a pusztából, de akkor, hogyha a bekötő útunkat egészen elkészítjük, vagyis a megtérésben egészen odaadjuk magunkat Istennek, akkor a bekötő út összeér az úttal, aki maga Jézus. És ez a találkozás, mint annak idején ott, a Jordán partjánál, ebből a találkozásból megszületik a jövőnk. És aztán, hogyha rendben van a bekötőút, akkor időről és időre meg kell néznünk, van-e valami kátyú ezekben az utakban. Bárcsak Isten szent lelke, aki arra késztetett bennünket, hogy a sivatagban, saját sivatagunkban elkészítsük Jézushoz a bekötőutat, bárcsak Isten szent lelke újra és újra megnézni, hogy
hol van olyan területe mindennapjainkban, ahol kátyús ez az út, amelyet Jézustól kaptunk. Adja az Úr, hogy találkozzunk vele karácsony folyamán, és adja az Úr, hogy mindazon területen, ahol még az útjaink kátyúsok, ott helyreálljon az eredeti rend Isten szándéka szerint. Amen. Az énekkart hallgassuk. Mindaddig oázisnak tartjuk a saját pusztaságunkat, amíg meg nem érint bennünket a kegyelem. Ha már megérintett a kegyelem és kivezetett bennünket a saját pusztaságunkból, vagy élő vízforrás fakadt onnan, ahonnan nem reméltük, akkor most hajtsuk meg fejünket és azért adjunk hálát. Ha pedig ez az élő vízforrás valamilyen okból nap-nap után kezdene eltömődni bűneinkkel, és kezdjük úgy érezni, hogy a forrás közepénél, ahol az Úr van, mégis szomjazunk, akkor kérjük az Urat, hogy tisztítsa meg az ő forrását. Hajtsuk meg fejünket imádságra, és majd hangos imával zárom.
Atyánk, Te vagy egyedüli reménye életünknek. Te általad történt csoda a szívünkben, Te általad lett a sivatag, igazi oázis, és benne az élő vízforrás. Add, Urunk, hogy minden nap táplálkozzunk ebből a vízforrásból, add, hogy ne csak a magunk szomját oltsuk, hanem kínáljuk mindenkinek. És ha még bennünk mindig sivatag lenne életünk bizonyos területein, jöjj hát igazi erőddel, neked hatalmad van újjáteremteni a mi sivatagunkat. Amen. Testvéreim, szép hagyománya közösségünknek, hogy születésnaposokat ünneplünk. Hála Istennek többen is vannak, most őket fogjuk név szerint szólítani elöljáró testvérekkel együtt. Miután már minden kellék megérkezett, akkor nagy szeretettel köszöntjük a kedves születésnapos testvéreket. Hát persze mindenkinek volt ebbe az évbe születésnap, én úgy gondolom, de ugye a hagyományaink szerint csak azokat köszöntjük, akik hát valamiféle kerek évfordulóhoz érkeztek el, egy mérföld, kerek mérföldkőhöz, tehát 50, 60, 70, 80 és 80-tól fölött persze évente. Úgyhogy hát aki most ebből kimarad, akkor majd bizakodjon, hogy valamikor belekerül ebbe a köszöntésbe. Gyülekezetünk jelenleg legidősebb tagját köszönteném, elsőként Szilágyi Ferenc testvért, aki 91 éves volt ebben az esztendőben. Az ő ige kártyáján ez található: veled van Isten az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. Ezt a megújító szeretetet kívánjuk Peri bácsi további életére is a gyülekezet nevében. Szeretettel köszöntjük debreceni győzőné és debreceni győző testvérünket 87 és 86. életévükben. Nincsenek itt, innen szeretettel gondolunk rájuk és imádkozunk értük. Szeretettel. A virágot meg a kártyát majd eljuttatjuk hozzájuk természetesen. Tóth Győzőné a következő fiatal hölgy, ő 86 éves. Az igét hadd olvassam. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Én puszit nem adok, mert nem tudom, mi némű lélek lakik benne. Következő a sorban Szirmai Gézáné testvérnő Iduka néni. Őt köszöntjük a következő igeverssel. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek, Iduka néninek bőségesen. Ezt kívánjuk a gyülekezet nevében, és persze jó egészséget még.
Vincéné Bartók Zsófiát köszöntjük 85. életévében. Igekártyáján ezt olvassuk: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 46. Zsoltárból. Őneki is eljuttatjuk az igekártyával együtt a virágot. Luca József és Józsefné testvérek következnek. Józsi bácsi, úgy látom, nincs, de kedves felesége itt van. Ő általa is köszöntjük Józsi bácsit, és hadd olvassam az igét. Hiszen Isten nincs messze egyikünktől sem, illetőleg a másik. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Detári Miklósné Ritkenét köszöntöm a gyülekezet nevében a 71. Zsoltár néhány versével. Hát egy kicsit talán több már Ritkenét, de nem árulom el, hogy mennyi. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap. Jó Istenünk, szabadító gondoskodását kívánjuk minden nap Ritkenén életére is. Jobbágy József testvérünket köszöntjük. Az igekártyán ezt olvasom. Jézus mondja: kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok. Az Úr áldja meg életét. Klement Józsi bácsinak olvasom az igét, amit kaptam. Újra gyökeret vernek lent, és gyümölcsöt hoznak fenn. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Királyok 2:19-30-31. Sprecher Lászlóné Gizika néni a következő, én nálam a sorban. Jeremiás könyvében olvashatjuk: ha segítségül hívtok, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Tudjuk, hogy Gizika néni is megtalálta a Jóistent, és a kereste is, de ez ugyanígy továbbra is érvényes, hogyha segítségül ki kell hívni, akkor őt hívja. Gizika néni is. Jó Isten áldását kívánjuk Gizika néni életére is. Szilágyi Ferencének kívánjuk az Úr Jézus, Úristen áldását. 94. Zsoltárból: Uram, ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Szilágyi Sándorné életkorát, ha visszafelé olvasom, akkor 18 éves. Nagyobb tévedésem soha ne legyen. Hadd olvassam az igét is. Ézsaiás könyvéből: nem éheznek és nem szomjaznak,
mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, és az Úr vezeti őket forrásvizekhez. Következő ünnepeltünk éppen nincs most közöttünk, de nagy szeretettel gondolunk ő rá is, Szilágyi Józsefné Erzsikeninre. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünk báradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által e helyről is. Köszöntjük Erzsikeninét, és a Jóisten áldását kívánjuk életére. Matyi bácsit, Mihály Mátyás testvért éltesse az Úristen. 105. Zsoltárból van egy idézet, itt a kezemben: magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek közt az ő cselekedeteit. Ez mind igaz Matyi bácsira, jó Isten éltesse. László Jánosné testvért kutatja a két szemüvegem, de nem találom. Majd neki is eljuttatjuk akkor. István Ernő testvérünk kerek évfordulóhoz érkezett. 80 éveseket fogjuk most innentől kezdve köszönteni. A 119. Zsoltárból olvasom: gyönyörködöm a te beszédedben, Uram, mint aki nagy nyereséget talált. Ezt tudjuk Ernő bácsi életéből, hogy gyönyörködik az Úr beszédében, és nagy nyereséget talált, és kívánjuk, hogy ez továbbra is így legyen életére, és áldja meg a Jóisten. Mihály Mátyásnét köszöntjük, Mancika nénit. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kívánom, hogy maradjon meg az a közösség vele, amely most is megvan. Zolcsák István testvér a következő a sorba. A Drusszám igyekezett és elérte a 80 évet az Úr kegyelméből. Hadd olvassam az igét a Zsoltárok könyvéből. Gyönyörködöm a te beszédedben, Uram, mint aki nagy nyereséget talált. Szedmák Istvánné Erzsike, akit Jeremiás könyvéből származó idézettel köszöntünk a gyülekezet nevében: felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket, így szól az Úr. A Jóisten adjon sok erőt Erzsikének, hogyha fáradt, akkor erőt, ha csüggett, akkor szintén üdítse fel a lelkét, Istenem. Szomor Imre testvérünk. Egy hetest látok, és utána van még valami, de most hirtelen nem látom, hogy ez egy... Imre, a Jóisten éltessen téged. Irgalom, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Abból a Júdás levélből, amit ritkán olvasunk, de amely szintén az Úrnak a szava. Jóisten áldjon meg.
Dr. Biró Tiborné is a 70-esek klubjában van. Ez azért jobban hangzik, mint a korábbiak. Hadd olvassam a Zofóniás könyvéből az ide illő igeverset. Veled van Istened az Úr, ő erősít és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Áldjon meg az Úr. Ismétlődnek már az igeversek, de gondolom talán nem olyan nagy baj. Valkai Tiborné a következő, aki örülünk, hogy itt tudott ma is lenni. Ha segítségül hívtok, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzánk. Köszöntjük nagy szeretettel testvérnőnket, és kívánjuk a Jóisten áldását életére. Lázár András testvér a 60-ban Ézsaiás prófétától nem éheznek és nem szomjaznak, mert azt terelgeti őket, aki könyörül rajtuk. Mindig legyen életkenyere és igazi belső vízforrás a szívedben, áldjon meg téged az Úr. A fiatalságnak is vannak azért előnyei. Juhász Ildikó után egy 50-es van írva. Hadd olvassam az igét. Ha segítségül hívtok, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Jeremiás 29:12-13. Ebbe a bűvös fél százba érkezett Tolá Tiborné Marika is. Újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt, ezt a Kettő királyok könyvében olvassuk. A Jóistenünk féltő szeretetét kívánjuk életedet továbbiakban is. Lehet találgatni, ki 50 éves még a gyülekezetben. Jöhetnek a tippek. Vagy tegye fel a kezét. Vagy ha nincs itt, akkor tegye fel a kezét, igen. Hát magát, saját magát bölcsen kihagyta a listából, de nem ússza meg. Tehát a László Gábor testvért is köszöntjük szeretettel. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Ez már elhangzott, de nagyon fontos és szép ige. Majd eljuttatjuk neki is a kártyát és a virágot. Köszönjük szépen! Thank you.
Ben hibázunk, megkérdezzük, hogy ki az, akit kihagytunk most a sorból idén. Elnézést kérünk, nem tökéletes még a nyilvántartásunk, fogjuk pótolni a hiányosságokat. Köszönöm szépen. Testvéreim, az ünnepek közelettével mindig a hirdetéseink is megszaporodnak. Hudelász Béláné testvérünknél Szamossáiban volt egy kis csoport, és Léránt István testvér egy pár szóval. Kedves testvérek, ha lehetne a PowerPoint fájlt, nincsen? Tehát lényegében el voltunk a magyar pizzában. Ez kicsit furcsán hangzik, de a református templomának a tornya megsüllyedt, Ferde, és ez a település erről híres, azon kívül van egy rendkívül jól működő szociális otthona az önkormányzatnak. 303 kilométerre innétől került kedves testvérünk Bánfi Erzsébet ebbe az otthonba. A tegnapi nap Szomor Imre, Szomor Erika, Tóth Krisztina és személyem felkerestük Erzsikét. Készült egy nagyon rövid, körülbelül egy perces film is, amiben azt kérdeztük, átadtuk természetesen a gyülekezet üdvözletét, az ajándékát, ami talán számunkra a legnagyobb meglepetés volt, hogy amióta utoljára a testvérek látták, sokkal jobb állapotban van. Úgy szellemileg, mint testileg, úgy tűnik, hogy erőre kapott, és viszonylag meglehetősen jó körülmények között van, és amit ezen a filmen elmondott volna, hogy készül hozzánk. Tehát mi átadtuk az üdvözletet, és nagyon-nagyon hiányzik neki a gyülekezetünk, és azt szeretné, hogy valamikor még találkozzunk vele. Ez lenne a rövid üzenet, amit én részéről elmondanék, és azon kívül áldott ünnepeket kívánt valamennyi testvérnek és testvérnőnek. Köszönöm szépen! Fényképen láthatjuk Erzsike nénit, és... Tényleg hiányoznak, és hogy úgy szeretnék már menni legalább meglátogatni őket, de valahogy úgy vagyok, hogy én vagyok otthon a legfiatalabb, és mindig, hogy majd elkísérünk, mondván, tehát engem nem kellett elkísérni. Köszönjük szépen! További hirdetéseket mondom. Vasárnapi iskolásoknak lesz ma délután próbája. Ma délután a közös fadíszítés jegyébe telik majd. Az ifjakkal is tehát itt fogunk lenni. Itt van a fénykép róla. Állítólag befér, bár így a fényképen tényleg úgy tűnik, mintha még nagyobb lenne, mint az imaház. Várjuk 5 órára a testvéreket, és azokat az idősebb vagy korábban született testvéreket is, akik a kis igekártyára majd kis szaloncukrot tennének. Ezzel kapcsolatban a Szlepák Zsolt testvér pár szót fog mondani. Itt van, látom. Fönt kerestem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát... Hadd éljek Hegyi László testvér szavaival, hogy van 250 darab oázis a kezemben, és még van 250 darab, tehát összesen 500 darab oázisunk van, amivel a gyülekezet a Csabai főtéren a pusztába kimegy, és lehetőleg 500 embert meg tud érinteni egy-egy üzenettel. Most itt az első kártya, ami a kezemben van, az van ráírva, hogy Isten bármit megtehet, érted, ha esélyt adsz neki. A hátulján pedig a gyülekezet elérhetőségei vannak, és hát bízunk benne, hogy azok a járókelők, akik ott menni fognak a főtéren a nagy karácsonybevállás közepette, egy kicsit el tudnak majd gondolkodni ezeken az üzeneteken. És ezzel kapcsolatban László Gábor testvérnek az lenne a kérése, hogy
egy 5-6 ember, aki tudna jelentkezni erre, hogy segítene ez ebbe a kiosztásban a holnapi napon, illetve a keddi napon, azt annak nagyon örülnénk, és Gábor testvérnek kéne jelentkezni ezzel kapcsolatban. Plusz ma délután a karácsonyfa díszítésre is várnánk néhány testvért, aki segítene kiukasztani ezt az 500 darab kártyát, és rákötni egy-egy szaloncukrot. És még, ami mindenkinek lehetne egy jó feladata, hogy imádkozna ezért a dologért, mert minden próbálkozás kútba full, hogyha jó Isten nem áldja ezt meg, és jó lenne, hogyha akik ott az utcán vannak, ezek az embereket megérinthetnék ezek a kis ikekártyák. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hétfőn nem lesz ima közösségünk, illetve mindenkinek nyilván otthoni ima közössége lesz. December 25-én csütörtökön 9 órakor imaóra lesz, 10 órakor vasárnapi iskola és istentisztelet. Délután a gyermekek karácsonya, az istentisztelet. Imádkozunk ezért az alkalomért, mert tudom, hogy olyanok is eljönnek, akik ritkábban jönnek el, vagy éppen erre az alkalomra jönnek először. 26-án, pénteken, délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet, Kelédi Márton fog szolgálni, hirdeti az igét, és ezen az istentisztelet keretében Szilágyi Feri bácsit és feleségét köszöntjük 60. házassági évfordulójukon. Délután 5-kor lesz istentisztelet, és 28-án vasárnap délelőtt imaóránk lesz, és 10 órakor pedig Szlepák Zsolt teológus testvérünk hirdeti majd az igét. 31-én istentiszteletünk este 8 órakor kezdődik, megköszönjük az Úristennek az év kegyelmeit, és a Velesz házban folytatódik az új évvárás, szeretettel várunk mindenkit. 1-én csütörtökön 10 órakor reggel istentisztelet, és a délutáni alkalom pedig arra is jó, hogy hálát adjunk és egymást köszöntsük. Kertész Lajosné hagyományok szerint ő várja a jelentkezőket, akik igével, illetve más egyéb köszöntéssel szólnak hozzánk. 2015-ös áhítat megvásárolható Palotai Krisztiánnénél, és ne feledkezzünk el arról, hogy a 70 évnél idősebb testvérekkel kint találkozunk majd a kapuban elbúcsúzáskor, egy-egy csomagot kapjanak. Zárásképpen énekeljük együtt Éjek éjjén 62-es énekünket.
maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Az Úr közel. Foglaljon helyet a gyülekezet.